Üdvözöllek! Bizonyára te is találkoztál már olyan képekkel, amelyeknél egy részlet kiemelődik a képből azáltal, hogy a kép többi része el van homályosítva. Mindezeken a képeken is látható. Ezt az effektet természetesen elő lehet állítani különféle képszerkesztőkkel, nem túlságosan nehezen, de hogyha nem áll rendelkezésedre ilyen képszerkesztő, vagy nincs meg a tudásod, akkor is könnyedén meg tudjuk oldani egy ingyenes programmal. Ennek az a neve, hogy Tilt Shift Easy, és erről a címről tölthető le. Ha lejjebb tekerünk, akkor itt van ez a telepítős, meg a telepítő nélküli változat. Én ezt javasolnám, mert csak ki kell tömöríteni, de mindenki azt használja, melyik számára szimpatikus. A magyar nyelvezekben még nincsen elhelyezve, az itt van alul, ezt le kellene tölteni, de én ehhez a videóhoz úgyis mellékelem, és az már tartalmazza a magyar nyelvet. De azért nézzük ezt meg. Tehát itt van a zip file, ezt ki kéne tömöríteni valahova. Majd ide a Languages mappába el kéne helyezni ezt az XML fájlt. És igazából ennyi, indítsuk el. El is indult, alap esetben magyar nyelvűnek kéne lennie, de hogyha nem, akkor itt lesz a beállításuk valahol, véletőleg angol nyelven, és akkor itt van a nyelv. Ezek közül a magyart kellene kiválasztani. Amúgy más beállítása nem igazán van, effekt van, erre kattintsunk rá. Ezt ki lehet tenni teljes képernyőre természetesen. És akkor egy képet kéne megnyitni, amit úgy tehetünk meg, hogy hát vagy ide kattint, vagy kép betöltése, és akkor itt be kell tallózni, de amit én jobban szeretek, hogy egyszerűen egy fájlkezelőből ráhúzom. És akkor itt is van a kép. Az elmosásból többféle típus van. Most ez azért ilyen ronda, mert széthúzta nagyobb méretbe, ez egy viszonylag kisméretű kép, amúgy innen töltöttem le. Ez a legelső. Megmutatom, ez nem egy nagy méretű kép, tehát azért ilyen csúnya viszonylag. De a lényeg azért látszik, először is ki kell választani az elmosás effektet, hát ezek lehetnek vízszintes, vagy függőleges, vagy pedig sugárirányú. Hát úgy gondolom mindegyik eléggé egyértelmű. A vízszintesnél így egy ilyen vízszintesen marad meg a részlet, illetve kerül elmosásra. Függőlegesnél függőlegesen. Még a sugár irányú, az pedig egy adott körben. Nézzük meg akkor most a vízszinteset. Hát látható, az itt középen egy részlet nem kerül elmosásra. Háttér elmosás, ezt meg lehet növelni, ennek a mértékét, csak arra kell odafigyelni, hogy ez már egy picit túl megy ezeken a vonalakon ilyenkor, hogyha nagyon nagy mértékűre állítjuk, de ez még igazából még így is jó lehet. Aztán itt van a vízszintes távolság, hát igen, ezzel lehet növelni az elmosott terület méretét, vagy éppen csökkenteni. Függőleges távolság, ezzel lehet ilyen átlósat tulajdonképpen készíteni. Így. És a kép színezése, hát az pedig így néz neki. Egy ilyen erőteljesebb színt kap, élénkebbek lesznek a színek. Előtér világítás, az pedig ugye nemiben is benne van, bevilágítja az adott területet. És igazából ez így ennyi. Itt van egy ilyen jelölők elrejtése, ezzel ezeket a vonalakat el tudjuk tüntetni, hogyha valakit zavarna. Mutasd az eredetit, így néznek az eredeti kép, így pedig az általunk effektezett kép. Ha készen vagyunk, akkor képmentése. Beállítjuk a típusát, hát fénykép esetén célszerű egy JPG, esetleg a PNG, csak annak nagyobb lesz a fájl mérete. Mentés, ennyi igazából. Itt van a függőleges, az pedig nyilván így működik. Működése persze ugyanaz egyébként, be lehet állítani a pozíciót, hogy hol szeretnénk megtartani, hanem elmosott területeket. Függőleges távolság, ezzel pedig nyilván a méretet be lehet állítani. Vertikális távolság, azzal is egy ilyen átlósat lehet készíteni. Aztán van még a sugárirányú. Tulajdonképpen ugyanazok a beállítások vannak, csak hát értelemszerűen itt két irányba lehet mozgatni a megtartandó területet, tehát ami nem kerül elmosásra. Illetve, hát látható, ennek a méretét lehet növelni vagy csökkenteni. És ezeknek az értékeknek a módosítgatásával ezt így meg lehet oldani az elmosást. Ha egy új képet szeretnénk, akkor csak ráhúzzuk, és már is betöltésre került az új kép.
amelyel ugyanezeket a dolgokat el tudjuk végezni, majd képmentése. Van itt egy ilyen újrakezdem gomb, ezzel, hogyha először is átállítjuk, újrakezdem, akkor látható visszáll alapértelmezett értékekre. Hát ez így működne tulajdonképpen.